Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Fegyver is előkerült a vitában, gázpisztollyal lőtt meg két férfit egy decsi fiatal. Akár a postás is megmentheti egy ember életét, megelőzhető az öngyilkosság közösségi segítőkkel. Halottak napja, nagy a készülődés a temetőkben. Együttműködés, megállapodást írt alá Paks és a Pécsi Tudományegyetem. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Pisztollyal felfegyverkezve autóval üldözött egy fiatal decsi férfi egy másik fiatalt Szekszártól Őcsényig. A községben aztán elő is rántotta a gázriasztó fegyver, de az elsőre nem sült el, csak sokadik próbálkozásra sikerült eltalálni az áldozatát és annak unokatestvérét. Az ügyben most született ítélet, a lövöldöző férfinak nem kell börtönbe mennie, de 5 év felfüggesztett büntetést kapott, így akár egy ittas vezetés esetén is kiszabhatják rá a most megúszott 2 év börtönt. Itt Szekszárd központjában egy gyors étteremben rontott rá az áldozatára a később fegyvert rántó 27 éves férfi. Miközben bent mások is vártak az ételükre, egyszerűen elkezdte ütni-vágni a szintén 20 éves fiatalt. Az áldozat, amikor kiszabadult, azonnal beugrott egy taxiba és Őcsényben menekült az unokatestvéréhez. A gázpisztollyal felfegyverkezett támadó követte őt a saját autójával, majd amikor megálltak, elő is rántotta a pisztolyt. Az viszont több egyszerre sem sült el. A támadó miközben próbált lőni, egyre közelebb lépett a két áldozatához, végül nagyjából 30 centire tőlük sikerült elsütni a fegyvert. A karján és a hátán sebesült meg a két férfi. A lövések alkalmasak lettek volna annyiban, amennyiben más testtájt érnek, súlyosabb sérülések létrehozására is. Ezt súlyosbító körülményként vette számba a bíróság. A támadó lemondott a tárgyalásról, azaz beismert mindent, amivel vádolta az ügyész, így enyhébb büntetést kapott, mint ami járt volna neki. A szekszárdi járásbíróság 2 év börtönre ítélte a vádlottat, aki Őcsény belterületén gumilövedékkel lövöldözött. Az ítélet végrehajtását a bíróság 5 évi próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet egyebekben jogerőre emelkedett. A lövöldöző férfi tehát 5 évig bármi törvénytelenséget elkövet, biztosan börtönbe kell vonulnia. Felborult egy autó Bátaszék és Baja között az 55-ös főúton. A baleset egy kanyarban történt, hogy pontosan mi okozta, egyelőre nem lehet tudni. A sofőr és a két utasa is megsérültek. Tolna megyében a rendőrök az elmúlt 24 órában további 4 baleset helyszínén intézkedtek. A hatóság felhívja a figyelmet, hogy a balesetek döntő része emberi mulasztás miatt történik, amelyek legtöbbször az elsőbség megnemadása, a relatív gyors hajtás, az út és látási viszonyoknak nem megfelelő vezetési stílus, a figyelmetlenség és az előzési, valamint a kanyarodási szabályok figyelmen kívül hagyása miatt következnek be. Szerdán 3 forinttal emeli a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát a MOL, a 95-ös benzin ára nem változik. Az áremeléssel a gázolaj literje 429 forintra drágul. Az autósok 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. A magyarok 13,5%-a depressziós, habár egyre nő a mentális betegek száma, mégsem tulajdonít neki a társadalom jelentőséget, pedig ha nem ismerik fel időben, öngyilkossághoz is vezethet. A szakma, csatlakozva egy európai kezdeményezéshez, minden eszközt bevet annak érdekében, hogy még kevesebb tragédia történjen. Ennek egyik módja a civilek bevonása a szakmai munkába, akik úgynevezett közösségi kapuőr funkciót tudnak betölteni. Ez azt jelenti, hogy például a háziorvosok, boltosok, pincérek, kozmetikusok felismerik a depresszióra utaló jeleket, és tudják, hova irányítani a mentális beteget. Ettől a kanyartól néhány méterre az utcában egy fánlókba találtak meg egy férfit idén szeptemberben Szekszárdon. Az áldozatról később derült ki, hogy önkezőleg vetett véget életének. A helyiek azt mondják, a férfi nem a környéken lakott, és valószínűleg kábítószer hatása alatt cselekedett. Ez pedig már tavaly nyári felvétel, akkor egy férfi egy 10 emeletes tetejéről vetette magát a mélybe. A házban lakók ismerték a 30 és 40 év közötti férfit, ő takarított a házban, és látszólag semmi sem utalta arra, hogy valami nyomasztaná.
A szakemberek azonban azt mondják, az öngyilkosság előtt az áldozat mindig jelzi valamilyen formában, hogy baj van, vagy megpróbál segítséget kérni. Csak nem mindig van olyan ember a beteg közelében, aki felismeri a segélykiáltást. Egy európai programhoz csatlakozva Magyarországon is igyekeznek egyre több civil segítőt bevonni a szakmai munkába, akik felismerik a krízisre utaló jeleket. Ez ide tartoznak a különböző segítő foglalkozások, a szociális munkások, a pedagógusok, gyógyszerészeknek nagyon fontos szerepük van, akkor ide tartozhatnak akár a kozmetikusok, akiknél ugye sok időt töltenek el az emberek, taxisofőrök, pincérek, ugye nagyon sokan vannak, akik alkoholos befolyásoltság alatt követnek el öngyilkosságot, egy pincér is észreveti azt, hogyha valaki, akit egyébként már régebb óta ismer, máshogy iszik, vagy többet iszik. Nagy szerepük van az öngyilkosságok megelőzésében, tehát az emberekkel gyakran találkozó szakmát űzőknek, mert ha érzékenyítve vannak ezen téma iránt, akkor tudni fogják, hogy hogyan kell kezelni egy ilyen helyzetet, és azt is, hogy hova irányítsák a bajba került embert. Ezt kellene felerősíteni, hogy minél több olyan kapuőr legyen, aki vállalja azt az önkéntes szolgálatot és azt az elhivatottságot, hogyha észreveszi az embertársai körében a depresszió jeleit, akkor egyrészt odafordul felé, meg ha tud, felméri azt, hogy ő saját maga tud-e segíteni abban, hogy elinduljon és kezdjen kilábalni ebből a helyzetből, illetve tudni fogja, hogy hova és merre kell irányítani, ahol szakszerű segítséget fog kapni. Szekszárdon több száz önkéntes figyel oda embertársaira, és ismeri fel, ha valaki depressziós vagy éppen öngyilkosságra készül. Ők és más önkéntesek is érzékenyítő képzésen vesznek részt egy nemzetközi program részeként. A szakemberek azt mondják, jelentős eredmények érhetők el civil segítők bevonásával. Megváltozott nyitvatartással várják az adóhatóság munkatársai az ügyfeleket az ünnepi hosszú hétvége miatt a hét hátralévő részén. Szekszárdon szerdán reggel 8:30 és délelőtt 11:30, Pakson, Dombóváron és Bonyhádon reggel 8 és dél között lehet felkeresni az ügyfélszolgálatokat. November 1-én csütörtökön és november 2-án pénteken valamennyi NAV ügyfélszolgálat zárva tartolna megyében. Közeledik a halottak napja, amikor mindenki kilátogat elhunyt szerettei sírjához. Ilyenkor nem csak a hozzátartozók rakják rendbe a családi sírboltot, hanem maguk a fenntartók is készülnek a Minden Szentekkor temetőkbe érkezők tömegére. Még szakadó esőben is többen érkeztek a szekszárdi alsóvárosi temetőbe, hogy letisztítsák a ráhullott levelektől, sártól elhunyt szeretteik sírját. Ezt sokan évközben rendszeresen megteszik, de halottak napja előtt különösen nagy hangsúlyt fektetnek az emberek a családi sírboltok rendezésére. A felvételeken látszik, hogy virágba borulnak ilyenkor a temetők, többen, különösen a távoli helyeken élők már napokkal halottak napja előtt kihelyezik a megemlékezés virágait, mécseseket. Érénkül a temetői forgalom, most már érezhetően egy hónapja megnövekedett a látogatók száma, akik készítik elő a sírjaikat, hogy a halottak napjára megfelelő módon készülhessenek a megemlékezésre. Ez a forgalom csak növekedett, köszönhető ez főleg annak, hogy nagyon jó időnk is volt. Ilyenkor nem csak a hozzátartozók rakják rendbe a családi sírboltot, hanem maguk a fenntartók is készülnek a Minden Szentekkor érkezők tömegére, hogy rendezett, kigazolt, tiszta temetővel fogadják őket. Takarítás, levél, ágdarabok takarítása, az úthálózat javítása ahol szükséges. Tehát elsődlegesen ezek azok a munkák, amik fontosak, hogy mindenhol a külalak megfelelő legyen. Jó tudni, hogy a szekszárdi temetőkben nem engednek be autókat, kivéve a mozgáskorlátozott embert szállító járműveket. Érdemes körültekintően parkolni, lehetőleg zárt parkolókba, és úgy lerakni az autót, hogy ne akadályozza a többi sofőrt. A rendőrség felhívja a figyelmet arra is, nem szabad előhagyni táskát, pénztárcát, mobiltelefont az autóban, mert ilyenkor megsokszorozódnak az autófeltörések, lopások is. Megindult a roham a virágokért, mécsesekért Minden Szentek előtt. Van, aki te a mécseseket rak a sírra, és pár szál virágot tesz a vázába. Mások hatalmas csokrokkal és már-már szoborszerű mécsesekkel fejezik ki szeretetüket. A krizantém ilyenkor a legnépszerűbb virág. Krizantémot egyértelműen, csak most nem tudom egyik szedni a másik.
Még mindig a krizantéma legnépszerűbb virág halottak napjakor, mondják a virágboltosok. Ebben a szekszárdi virágkereskedésben egy csokorért 650 forintot kérnek el. A fiatalok körében a fehér és a sárga színű a népszerű, míg az idősek inkább a sötétebb színű növényeket kedvelik. A virágboltos azt mondja, időjárástól is függ, mennyi virágot vesznek halottak napjakor az emberek. Mivel most kellemes enyhe idő van, így jelentősen mintegy 50%-kal megugrott a virágkereskedés forgalma. Mi a aktuálisan virágzó őszi növényekre koncentrálunk a Minden Szentek idején, tehát most gondolok így az árvácskára, krizantinra, őszi rózsákra, és érezhetően nyilván nagyobb a forgalom október elejétől egészen Minden Szentekig, ezeknek a növényeknek a keresletére nagyobb az igény. A virágkereskedők úgy tapasztalják, elsősorban kinti virágokat vesznek az emberek, mivel az enyhe időben nem fagynak el, és az üvegházi virágoknál jóval olcsóbbak. Az utóbbi időben kevesebben köttetnek erre az alkalomra koszorút, és a nagyobb városokban a művirágok is kezdenek visszaszorulni. A teamécsesek kisebb gyertyák, sőt még a nagyobb, több ezer forintos mécsesek is népszerűek ilyenkor. Egy műanyag fedeles mécsesért 50 forintot, míg az üveg mécsesért 300 forintot kérnek el a boltosok. A 60 óráig égő LED teamécsesért pedig már 140 forintért hozzá lehet jutni. Tolna megyét egyelőre nem érinti túl érzékenyen az egyre nagyobb gondot okozó döcögő szemétszállítás. Az országnak erről a részéről egyetlen település sem szerepel a listán, ami azokat a városokat és falvakat gyűjti össze, ahonnan már nem tudja a szolgáltató elvinni a szemetet. 116 ilyen települést jegyez az interneten elérhető lista. A szolgáltatást végző cég közleményében azt írja, hogy a dolgozók októberi bérét még félretette, de az üzemanyagra már nem jut pénz, vagyis addig mennek a kukásautók, amíg van bennük gázolaj. Innentől csak a közüzemek, iskolák, kórházak és temetők szemetét viszik el. A paksi önkormányzat és a pécsi jogi kar kölcsönösen segíti egymást a jövőben a Paks 2 beruházáshoz kapcsolódóan. Az ősszel indult atomenergetikai szakjogászképzés sikeres lebonyolítása érdekében írtak alá együttműködési megállapodást Pécsen a felek. A paksi polgármesteri hivatalban Barnabás István a megállapodás lényegéről beszél. Az alpolgármester a napokban látta el kézjegyével a Pécsi Jogtudományi Egyetemen azt a dokumentumot, mely alátámasztja azt a szakmai együttműködést az intézmények között, amely a Paks 2 beruházást segíti. A most ősszel indult 3 fél éves atomenergetikai szakjogászképzést, melyre 40 fő jelentkezett, a paksi önkormányzat is segíti az atomvárosban. Segítünk megteremteni a feltételeket, hogyha Pakson tartanak képzéseket, előadásokat. Segítünk nekik kapcsolódási pontot találni a beruházó cég, vagy esetleg a kivitelező céghez, mert nyilván ehhez is kell majd előbb-utóbb egy 3 fél éves képzés alatt. Úgyhogy, illetve az önkormányzat vállalta azt is, hogyha a Paks történetéről, vagy az előző beruházás történetéről, vagy a mostani beruházás előkészítéséről kell, akkor tartunk a képzésbe is szívesen beszállunk és tartunk előadásokat. Valamint üzemlátogatásokat szervez az önkormányzat és tájékoztatókat tart az erőmű beruházással kapcsolatos időszerű önkormányzati feladatokról a képzésben résztvevők számára. Az egyetem jogi továbbképzést szervez, valamint szakvéleményt készít a Paks 2 beruházással kapcsolatosan felmerülő jogi kérdések megválaszolásában. A képzés egy űrt tölt be a magyar jogtudományi oktatásban. Paksról és környékéről is több hatósági szakember, ügyvéd, jogász vesz részt e speciális atomenergetikai szakjogász képzésben. A paksi nagy beruházás sok ilyen jellegű feladatot fog generálni a jövőben. Mintegy 1500-an voltak kíváncsiak a csoki imádók napjára Pakson. Az érdeklődők az újdonság számba menő Rubint csokival is megismerkedhettek. A bombonkészítő műhelyben, a csoki keverőben mindenki szeme láttára készültek a kedvelt édességek. Nagy a sürgésforgás a Szent István téren Pakson. Ezúttal csokis finomságokkal várták a látogatókat.
A csokoládé imádók napján házi Túró Rudi, kézműves csokoládék, frissen sült csokis fánk, csokis lekvár, csokis csillisszósz, csokiba mártott almakarika, forró csoki és még sok más finomság várt mindenkit. A helyszínen a frissen sült fánkot csokoládé öntettel mindenki ingyen meg is kóstolhatta. Nagyné Girst Borbála, mind a négy gyermeke csoki imádó. Ki nem hagyták volna ezt a napot? Lejöttünk a három gyermekkel, a nagyfiam otthon maradt, mert ő már lent volt délelőtt. Mi nagyon-nagyon szeretjük a csokit, meg megkóstoltuk nagyon finom kanalas fánkot, sütnek szintén csoki öntettel, még a picike is evett belőle. Úgyhogy mi nagyon szeretjük. A csoki térképen kijelölt csoki pontokat szinte mindenki meglátogatta. A szerencsésebbek még gyárlátogatást is nyerhettek Bécs világhírű csokoládégyárába. Hét sportággal ismerkedhettek meg azok, akik október utolsó szombatján kilátogattak Döbrökközön a helyi sportág választóra. A szervezők célja az volt, hogy minél fiatalabb korban segítsenek megtalálni a gyerekeknek azt a sportágat, amiben igazán magukra találhatnak. A hét sportág bemutatása mellett a döbrökközi szervezők arra is nagy gondot fordítottak, hogy az egészségtudatos életmód más aspektusaira is felhívják a programokra kilátogatók figyelmét. A mai nap folyamán kettő rendezvényünk van. Egy napon folyik a kettő elfopos pályázatból nyert rendezvény, az egyik egy sportágválasztó, amin hét sportágot szeretnénk bemutatni a döbrökközi diákoknak, ifjúságnak, legyen lehetőségük egy sportágat kiválasztani. Ezek között van, ami éppen mögöttem zajlik, a foci, ugye a labdarúgás, a kaposvári Rákóczi és a döbrökközi öreg fiúk foci meccs. Aztán volt már egy zumba óránk, reggel itt voltak az asztali teniszezők, volt íjászat, judósok bemutatója volt, és lehetett kipróbálni is a judó fogásokat. Aztán még ami vissza van, várjuk a három ökölvívót. Somogy és Baranya megyék híreivel megyünk tovább. Összesen 1,3 milliárdot csaltak, akár 20 évet is kaphatnak a bűnszervezet vezetői. Pécsi borokat kóstoltak a Jókai rendezvényházban, a pécsi borvidék megismertetése volt a cél. A Merkur bevetési egység rajtaütésével és elfogásokkal kezdődött az a nagyszabású akció, amelyben a NAV pénzügyi nyomozói újabb kiterjedt bűnszervezet irányítóit vették őrizetbe. A vagyonvédelmi tevékenységet végző cégek több mint 1 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. A bűnszervezet feje és fő segítői már előzetes letartóztatásban vannak. Ezek az elfogás pillanatai, amikor a NAV pénzügyi nyomozói újabb, kiterjedt bűnszervezet irányítóit vették őrizetbe. Indokolt volt a komoly fellépés a hatóság részéről október végén. A főgyanúsított esetén, aki a szervezet elsődleges irányítója, kommandósok bevetésére is szükség volt, mert az előzetes információk szerint ő a lakóhelyén szabályosan bejelentett formában ugyan, de 10 különböző vadász, illetve egyéb lőfegyvert tartott. Vele együtt a pénzügyi nyomozók 15 gyanúsítottat állítottak elő és hallgattak ki az akció napján. Közülük 7 szemét őrizetbe vettek, négyüknél kezdeményezték az előzetes letartóztatást. 1,3 milliárd forint költségvetési csalás miatt intézkedtek a nyomozók. Mivel bűnszervezetben követték el tettüket, akár 20 év börtönbüntetésre is számíthatnak az elkövetők. Ezeket a képeket, nagyértékű karórákat, készpénzt találták a nyomozók a helyszínen, valamint gépjárműveket és ingatlanokat foglaltak le. Így 700 millió forint visszajött az okozott kárból. Az elkövetők őrző-védő tevékenységhez kölcsönöztek munkaerőt bonyolult céghálózat beiktatásával. Az alkalmazottak kapcsán viszont ami lényeges, hogy ők hiába voltak bejelentve, de utánuk különböző nemekben a járulékokat már nem fizették meg. Szóval részben ebből, részben pedig a szolgáltatások utáni áfa kapcsáni meg nem fizetésből adódott össze az az elkövetési érték, ami 1,3 milliárd forint. 33 helyszínen jelentek meg a NAV nyomozói a rajtaütés napján. A bűnszervezet Baranya, Tolna, Somogy és Pest megyében tevékenykedett. Bárki új lenyomatot készíthetett, kipróbálhatta a börtönőrök eszközeit, sőt azt is megtapasztalhatta, hogy milyen kalodába zárva lenni. Kaposvárra érkezett a büntetés végrehajtás roadshow-ja. A cél a munkaerő toborzás mellett a sztereotípiák megváltoztatása volt.
Kalodába zárták a látogatókat szombat délelőtt Kaposváron. Volt, akin csattant a bilincs is. De régi mód ilyen gépeket, meg ilyen pajzsokat, meg ilyen bilincseket. Mit csináltál ezzel a bilincsel? Mennyire volt nehéz rárakni? Kire raktad rá? Az apukámra megbilincseltem. A roadshow-n a börtönök zárt világát, a börtönőrök munkáját mutatták be. Az érdeklődők új lenyomatot is készíthettek, kipróbálhatták a börtönőrök eszközeit, gépjárműveit, a régi kor börtönruháit is megnézhették a látogatók. A Somogy megyei büntetés végrehajtási intézetben közel 100-an dolgoznak, de van még náluk betöltetlen álláshely. Mindig van egy-két hiány, és természetesen a jó szakemberekre nekünk is szükségünk van. Ennek a roadshow-nak egyebek között az a célja, hogy bemutassuk magát a büntetés végrehajtás tevékenységét, de ugyanakkor nem titkolt célunk, hogy új munkatársakat keressünk, toborozzunk, és hogy erősítsék jó a képzett szakemberek a mi állományunkat. Neszményi Zsolt kormány megbízott köszöntőjében kiemelte, jó az együttműködésük a Kaposvári Büntetés Végrehajtási Intézettel. Már soha ilyen sokan nem dolgoztak Somogy megyében, ami nagyon-nagyon örvendetes a mi számunkra, hiszen az előző évhez képest is 1763-mal több embernek van munkája Somogy megyében. Ugyanakkor sokszor az jelent most már problémát, hogy nincs elég és nincs elég szakképzett munkaerő. Itt a büntetés végrehajtásnál is közel 100-an dolgoznak hivatásos rendvédelmi állományú tagként, és még mindig lehet új munkahelyet létesíteni. A felnőttek közül többen érdeklődtek a munkalehetőségekről, mert szerintük a börtön stabil munkahelyet, megélhetést biztosít előmeneteli lehetőségekkel. Idén is bemutatkoztak a pécsi borok. A Best of Pécs elnevezésű sétáló borkóstolót szombaton tartották a Jókai rendezvényházban. Bemutatásra kerültek a pécsi borvidék két hegyközségének kiváló borai, és a pécsi borvidék borászainak összefogásával készített két új közösségi bor is, a Déli Fény 2578 és az Egy Éjszakás. Pécsi vöröset, fehéret vagy rozét is kóstolhattak azok, akik ellátogattak szombaton a Jókai rendezvényházba, ahol a nagy hagyományokkal rendelkező Best of Pécs sétáló borkóstolót tartották. 15 borászat van a pécsi borvidék területéről. Ugye a pécsi borvidéket a Pécsi Hegyközség és a Szederkényi Hegyközség alkotja. Ugye a Pécsi Borvidéki Tanács gyakorlatilag ennek a főszervezője. Mi biztosítjuk itt a helyszínt, és hát mi is tagunk vagyunk természetesen. A rendezvénynek többek között az is a cél, hogy a pécsi borokat, valamint a pécsi borvidéket minél többen megismerjék. Oda szeretnénk eljutni, hogy egy pécsi borszerető vásárló, hogyha bort vásárol, akkor ne a szomszédos borvidékek boraihoz nyúljon legelőször, hanem ismerje meg, hogy a pécsi borvidéken milyen kiváló fehér, és most már vörös borok is készülnek, és hogyha ő pécsi életőségű, akkor elsősorban pécsi bort fogyasszon, vagy pécsi bort vegyen ajándékba. A rendezvény a Pécsi Borvidéki Tanács, valamint a Pécsi Borvidék borászainak szervezésében jött létre. A helyszínen lehetőség volt a borászatok képviselőivel személyesen is találkozni, és a borokról, borászatokról, valamint az új tervekről tájékozódni. Végül a legfontosabbak, újra röviden. Fegyver is előkerült a vitában, gázpisztollyal lőtt meg két férfit egy decsi fiatal. Akár a postás is megmentheti egy ember életét, megelőzhető az öngyilkosság közösségi segítőkkel. Halottak napja, nagy a készülődés a temetőkben. Együttműködés, megállapodást írt alá Paks és a Pécsi Tudományegyetem. Szerdán gyenge légmozgás várható, megnyugszik a légkör, napos időre számíthatunk, inkább csak fátyol felhő szűrheti kissé a napsütést. Kifejezetten enyhe időre készülhetünk 19 fokos csúcshőmérséklettel. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!